tisztelt hölgyeim és uraim! Valenta László vagyok, és a GTTS elnöke. Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy megnyissam a mai konferenciákat, amely 140. előadás abban a témakörben, amely hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban. Szeretném kifejezni óhajomat, hogy még további 140 előadást megélünk, és nem azzal kell foglalkozni, hogyha mégsem Európai Unió, akkor mi lesz. Címünk a tiszta villamos energia termelők, környezetbarát fogyasztók. Gondolom, hogy a tiszta villamos energia termelők az nem arra vonatkozik, hogy megfürödtek-e a mérnökök és a technikusok, amikor elindították a turbinákat és a generátorokat, hanem arra, ami ma rendkívül fontos kérdés, hogy az energia, amiből mindenféle prognosztizáció szerint is egyre több kell, egyre inkább környezetbarát módon kell előállítani. Nagyon emelkedik a széndioxid kvóta, ma már nagyon jó üzlet ezzel a széndioxid kvótával kereskedni, és hát nagyon komoly problémák adódhatnak a szabályozottsággal, a rendszer szabályozásával, amihez ugye a gázerőműveknek a további fejlesztése mindenféleképpen indokolt. Nem divatos, nem illendő, de megemlítem, hogy van egy tiszta villamosenergia is, amiről ma nem ejtünk szót, pedig előbb-utóbb kell, ez a vízi erőmű. Sok szempontból én tudom, hogy ez politikailag nem komolyfó, de ebben a közösségben azért el kell azon gondolkozni, hogy miért is maradt ki ez a fajta energia előállítása tiszta villamos energia termelésből. Tisztelt hölgyeim és uraim, ennyi volt az én tisztem, és ebben a témában sokszor a felkészültebb és jobban tájékozott úriembert, Hatvani György urat szeretnék felkérni arra, hogy a továbbiakban moderálja az értekezletet is, aztán majd egy zászlót is legyen szíves mondani. Köszönöm a figyelmüket. Hát tisztelettel köszöntöm a hölgyeket, urakat, a résztvevőket, és akkor elkezdenénk a mai konferenciákat. Egy-két gondolatot azért engedjenek meg, hogy előtte közkincsé tegyek. Ugye az éghajlatváltozási kormányközi testület, ez az IPCC vagy IPCC közismert nevén 2017-ben a ominózus jelentésével már ismert, tulajdonképpen pontot tett annak a vitának, a tudományos vagy áltudományos vitának a végére, hogy melegszik-e a Földünk vagy sem. Ez a jelentés egyértelműen leszögezte, hogy igenis a globális felmelegedés létezik, Földünk melegszik, és ennek emberi tevékenység az okozója. Méghozzá az emberi tevékenységek közül is a legfontosabb és a legfőbb kiváltó ok az a széndioxid emisszió növelés. Hát általában ugye a üvegházhatású gázok, de ezen belül is a legnagyobb volumene a széndioxid kibocsátás növelésének van. A vitának vége, cselekedni kellett. A cselekvések megindultak, többek között ugye emlékezünk a párizsi klímakonferenciára, amelynek a egyezményét ma már 181 ország ratifikálta, tehát kvázi az országok érzik azt, hogy kell cselekedni, azonban megjelent most október elején egy újabb jelentése az IPCC-nek,
amely viszont egyértelműen apokaliptikus képeket festve megkongatta a vészharangot. Összefoglalója ennek az, hogy igen, kérem, a cselekvések elindultak, de az a cél, ugye, hogy másfél Celsius fokkal nőhet csak a globális hőmérséklet, az ilyen cselekvések mellett elérhetetlen. Tehát az, hogy ennek az összes káros következményét eliminálni lehessen, meg kell gyorsítani a beavatkozásokat, gyorsabban, céltudatosabban kell cselekedni. Hát az, hogy tényleg kell valamit tenni, azt napjaink klíma történetei alátámasztják. Gondoljunk csak arra, hogy olyan aszály volt Angliában, hogy kiszáradtak, tiszta sárgák lettek azok a gyönyörű zöldlegelőik, vagy hogy egyre több a trópusi vihar, vagy hogy megjelent ugye a Medikán, ami azelőtt nem létezett, ez a mediterrán hurikán, ami azért jön létre, mert a mediterrán tengerek, például a földközi tenger annyira felmelegszik, hogy a két légáramlat, tehát ez a fölfelé szálló meleg és a bejövő hidegáramlat, az ilyen hurikánszerű jelenségekkel párosul, 200 km fölötti széllökésekkel. És így tovább lehetne folytatni ezeket. Nézzünk ki az ablakon, kérem, november van lassan, és lesz ma 23-25 fok. Nos, tehát napnál világosabban látszik, hogy cselekedni kell. Próbáljuk megnézni most nagyon kis szegmensbe persze, hogy Magyarországon, kis hazánkban ez a cselekvés mit jelent, megindult-e, merre fele tartunk. Tehát az első állomás a Paks 2, az mindenki tudja az energetikai jelentőségét, azonban a klímavédelmi, tehát a kibocsátás csökkentő jelensége is vitathatatlan. Az, hogy ez a beruházás ma hol tart, hogy az európai energiapolitikába és ezzel a klímapolitikába is hogy illeszkedik, arról meghallgathatjuk dr. Hugyes Attila előadását. Kérlek szépen!